Azonnal sziasztok, sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a God of War végigjátszásának harmadik epizódjában. Itt hagytam abba ugye, hogy Ares-t lehet látni onnan a szép távolban. Hogyha nagyon szeretnétek megnézni, akkor mutatom, így néz ki egy csata, hogyha egy istent próbáltok legyőzni. Ne próbáljatok egy istent legyőzni. Na, itt már balhé van, kérem szépen. Kérem szépen, erről le kell szoktam, hallgattam saját magamat vissza egyszerűen, iszonyatos, mi a péked? Egyébként mindig vannak ilyen szövegek, amiket magamra veszek időnként. Most éppen úgy néz ki, hogy ez egy időben a jó képű volt, de abban ugye egy plusz játékot is akartatok csinálni, ugye? Jaj, hogy én hogy utálom ezt a részt? Na, mindegy, lényeg a következő, hogy itt igazából az egyiket azt leverem, mint vak a poharat. A másikkal kell nekem főznöm főleg. Hoppá, nézz innen. A lényeg az, hogy kettővel kell nekem hadakoznom, de egyetlen egy, amelyik érdekes csak. Na, mi a fene van már? Gyerünk, azt szimplán csak ki akarom nyúvasztani az egyiket igazából. A másikkal viszont egyéb terveim vannak. Halljál már meg! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Na kérem szépen, már megint a kérem szépen! Szóljatok már rám, légy szíves, cseszedek le kommentbe, bármi az égvilágon, na mindegy. Másikkal pedig a következőt kell csinálnom. A francba, ezt elcsesztem. Gyere csak közelebb, kisbarátom. Gyere közelebb. Gyere közelebb. Ó, basszus kocsmár. A francba, kifolytam a manából. Na most a helyzet az, hogy a következőt kell csinálni, hogy én tovább tudjak itt jutni, ugyanis addig zárva marad az a szerencsétlen kapu. Meg kell fagyasztanom méghozzá pont akkor, amikor ő ott áll az... Na, még jó, hogy újra termelődik, föl tudom tankolni magamat. Tehát pont akkor kell megfagyasztanom ugye Medúzának a támadásával, amikor itt áll ezen a szerencsétlen bomba, mert akkor kinyílik ott az ajtó. Tetszik érteni? Na, akkor szépen befogom, álljál csak oda. Nem jött össze még mindig. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hogy gyűlölöm én ezt a részt? Ott álljál meg, ahol vagy. Erről van szó. Tűnés, 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 gyerünk, gyerünk, siess, siess, siess. A francba, utolsó pillanatban. Hát ez nagyon limites volt. Mocskos szemét ládod, gyere csak ide. Gyere már ide a gombra. Gyere már ide, basszus. Ne ezzel szórakozzál, hanem takarodják gombnézőbe. Persze. Szakadj meg, hát ezt nem hiszem el. Valahogy csak rá kéne vennem, hogy ott maradjon egy helyben. Á, megint kifogytam. Hát ez nem egyszerű, na ezzel fog elmenni szerintem sok idő egyébként. Tehát vannak olyan részek a játékban, ami szimplán nehéz. Hát nem lehet másképpen mondani igazából, mert annyira szemét módon van megcsinálva, hogy tényleg 500 milliószor kell neki futni. Kettő jut eszembe, ez az egyik. Akkor tényleg így időzíteni kell. Van még egy ilyen egyébként, amikor szintén időzíteni kell, ezt egy ugyanilyen dögöt, ha jól emlékszem, hogy rámásszon erre. Gyere közelebb, ez az? Nem, nem ez az. A francba. Ide gyere. Gyere már ide, hülye gyerek. Nehogy megfagyjál nekem, amikor nem vagy rajta, most megfagyhatsz. A francba már, ezt nem hiszem el. Az Isten áldjon már meg. Megint kifagytam, hát tényleg, tehát... De a lényeg az, hogy ami eszembe jut hirtelen, egy ugyanilyen mutatvány, amikor meg kell fagyasztani valamelyiket. A másik pedig az, amit nagyon szemét módon csináltak meg. Ez egy olyan rész, amikor... Hát ezt nem hiszem el. A másik pedig egy olyan rész, ahol vízbe kell közlekedni. És valami üldözne, már nem emlékszem, hogy egy fal, talán vagy franc tudja hirtelen. Na mindegy, de gyere már ide, kis barátom, próbálkozzunk meg veled. Hát
A lényeg az, hogy van valami, ami üldöz, és nagyon kell időzíteni. Gyere közelebb. Az Isten áldja már meg! Na jó. Újra tábla. Adjatok egy másikat. Hibás volt a minotaurusom, elnézést kérek. Jaj! Bocsika a tökölésre, srácok, de egyszerűen annyira régen játszottam ezzel a cuccal, hogy... Na gyere már ide! Ott maradjál nekem! A francessen beléd! Dögölj meg, te mocskos szemétláda! Mondjuk igazából farmolásnak sem egy utolsó, azt hozzá kell tennem, tehát azért így, hogy folyamatosan újra dobja őket, tehát így azért szerintem egy jó darabig el lehet itt lenni. Na gyere már ide! Azért valamelyiknek csak sikerülnie kéne. Gyere! Na végre! Gyerünk! Na, ez piszokmázi volt. Na. Erről van szó. Tehát, és most belecsöppentem megint a balhék elős közepébe. Bocsika, életet kell töltenem. Na szóval. Helyzet az, hogy időszakosan vannak ilyen részek, ami inkább az idegesítő kategóriába esik. Na, benéztem. Tehát a lényeg az, hogy itt mutatja a játék, hogy amúgy be lehet nézni a házakba is, némelyikbe. Nem mindegyikbe, tehát... Na, tehát a lényeg az, hogy a különböző házakba benézvén különböző dolgokat lehet találni, már ha lehet találni. Itt például jó sok XP-t lehet találni. XP-t meg szeressük. Hát te mit szeretnéd itt is, barátom? Ezt buktad. Benéztem ide is, bár ide nem volt értelme, mert itt az igazán semmi nincs. Bocsika, csak lövöldöznek, nem kelletek. De ott meg már voltam, jó van akkor. Közelébb. Hoppá! Azt a mostos gorgóját. Na. Utálom egyébként ezeket a dögöket, de komolyan, tehát így... Fő probléma velük az, hogy... Önmagában a kővé változtatás még nem halálos. A gondok ott kezdődnek, amikor... a francba elcsesztem. Mondtam én, na mindegy. Na, tehát a gondok ott kezdődnek igazából, amikor ugye kővé változva elkezdenek támadni, ugyanis olyankor baromi gyorsan leamortizálnak. Most mondjuk én is leamortizáltam, hogy eléggé gyorsan, ezt hozzá kell tennem. Na, te meg hagyjál békén. Te meg gyere csak ide. Közben itt finoman lerabbantották alul a majdnem a félházat. Na, erre nem számítok be ezzel. Okés. Nem ezt akartam, de így is jó. Komolyan mondom, rosszabb, mint az Zelda játékokban Link, tehát így... Nem tudom, ott is, hogyha emlékeztek, akkor a csirkéket lehetett ölni, meg... mindenféle... Na, oda is betok menni? Jó van. Tehát csirkéket lehetett ölni, meg ugye vázákat kellett széttörögetni, bokrokat szétdobálni, tehát az égvilágon mindent össze kellett barmolni, és akkor az úgy jó volt. Itt mi a helyzet? Sehol semmi. Vakvágányra mentem, na mindegy. Na gyerünk. Hát te miért gondoltad, hogy majd engem eltalálsz? Hát milyen botor módon gondolkozol te? Na, itt viszont már megint van valami. Ahaha, jó sok XP. Lassan egyébként lehet, hogy nem ártana fejleszteni a cuccokat, de egyenlőre nem nagyon akartam erőltetni. Tehát a lényeg az, hogy az XP-nek egyetlen egy célja van, hogy a különböző fegyvereket lehet fejleszteni vele. Tehát többek között a pengét is lehet fejleszteni, plusz a varázslatokat is. Ami roppantul hasznos egyébként, főleg a későbbiekben.
na, gyere csak, hadd tőlöm föl benned az életemet, te. Mondom, erről van szó. Gyerünk, bökjed képen. Képen bökte, remek. Ó, de rohadt sokan vagytok. Ó, szakadjál meg, te. Mocskos liba. Na jó, én akkor bejövök ide gyorsan. Ezt megúsztam. Gyerünk már, nyíljál ki. Aha, és ilyenkor történik az, hogy finnom van szólva is. Jó sok életet kaptam. Aha, meg egy Phoenix trollat is. Na ő meg nem tud ide utánam jönni, vagy mit a helyzet? Ó, basszus kús, már megint azt a zöld nézésedet, te patkány. És nem tudok egyszerűen gyors támadásokat bevinni, tehát, vagy na, erős támadásokat bevinni, csak ezeket a gyors, de gyenge vízbaszokat. Na most már azért csak lecsavarnám a hülye fejét a libának. Erről van szó, kérem szépen. Na, ellenük bezzeg hat. Na, de tényleg egyszerűen annyira iszonyatosan durva krét, tehát ez a fogja, mint a gúzt, lefejeli, aztán beleböki a képébe. Jó, kár, hogy nem hittek be többféle támadást egyébként ilyenkorra, de hát ez későbbiekben még elég sokféle ellenfél ellen lehet elég sokféleképp kivégzéseket alkalmazni. Még a kivégzésekről jutott eszembe, hogy most a Rise Son of Rome című játékot láttam igazából az Xbox One-ra. Hát a helyzet az, hogy sima hack and slash, sokat nem lehet tőle várni, viszont ott is nagyon nagy galázásra fektették a hangsúlyt, mint ahogy itt is iszonyatosan jól ki van dolgozva a harc. És csak ott az a különbség, hogy ott külön lehetett kivégzéseket vásárolni, és annyira isten királyon néztek ki, de halálkozom elmondom, tehát egyszerűen maga a játék, maga a harc, az azon volt a sztori, az meg egyszerű, mint a fajék, de hát nem baj. Én egyébként minden játékkal úgy vagyok, hogy valamiben fogjon meg, aztán jó iszak. Tehát, hogyha mondjuk nagyon jó a játékmenet, nagyon jó a történet, akkor abszolút nem érdekel, milyen grafikája van tőlem, akár kettő darab kis kockát is irányíthatok a képernyő kedves közepén, akkor is élvezni fogom. Illetve visszafelé is vannak olyan játékok, amik igazából semmi másról nem szólnak, csak és kizárólag a látványról. Arról viszont nagyon... Na, nem kötélen akarok lógni egyenlőre, hanem ide szerettem volna lejönni, még gyorsan összegyűjtögetni itt a dolgokat. Gyerünk, haladjunk. Na, tudom, kicsinyesség, de hát akkor is nem szeretnék itt hagyni mindenféle XP-ket. Hát ez azért igencsak jó dolog, hogyha van. Na, és a helyzet az, hogy itt a körrel lehet. Ú, basszus, ez csúnya volt. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy itt lehet lengedezni. Kicsit följebb kellene másznom. Úgy, mi? Na most lesz jó. Csak hogy ne vigyem el visszafelé a padlót. Fordulj el. Úgy, mi? Kis extrát azért összegyűjtök még menet közben. Úgy, mi? Na, ezt hívják úgy, hogy hatásos belépő. Linta. Palinta. És Árész az még mindig ott gyaláz a háttérbe. Oszlopot szint tudok verni? Na, hozzá se férek. Várjunk csak, itt föl tudok mászni vajon? Ő, menjél vissza. Nem tudom, hogy ezek járhatóak-e, vagy mászhatóak-e. Nem, ezek nem mászhatóak, pedig azt hittem, no mindegy. Vannak egyébként ugye ezek a mászható felületek, többek között a későbbiekben van növény is, azért gondoltam, hát ha mászni lesz, és ezeket is meg tudom mászni valami extra reményében, de hát most nem sikerült. Hordó. Hordógyalázásnak egyébként szerintem a Diablo óta nagy hagyománya van. Igen, azt mondja, hogy Athéni város központ. Na. Ezt nem tudtam, hogy itt van, csak próbálkoztam, de bejött.
Na, a helyzet az, hogy amikor ez a videó eljut hozzátok, akkor a következő infót érdemes tudni, hogy félúton valamiért megállt a felvétel, tehát ez konkrétan egy második felvétele ennek az epizódnak, vagy ennek a résznek. Nem is nagyon van epizódokra bontva igazából, tehát egy-két sarkalatos pont van, jaj, de jó. Tehát egy-két sarkalatos pont ugye van, de az igazság az, hogy én sem epizódonként fogom vágni, mert össze-vissza van gyakorlatilag egy folyamatos játékmenet az egész. Hoppácska, ez csúnya volt. Tehát ugye egy folyamatos játékmenet az egész, egyszer csak így átmentem egyik helyszínre a másikra, úgyhogy kiírt egy fejezet vagy jelenetcímet. Na gyere csak ide. Ja, elfelejtettem, hogy ezeknek kettő kell. Tehát a lényeg az, hogy kétszer kell megjátszani, azt így megbukítom a fejét. Gyere ide. Nem is kétszer, bocsánat, többször. Hát nem baj, akkor még egy darabig kapaszkodok vele. Á, francba, nagyon belelendültem, nem tudtam abba hagyni. Na, de legalább amiket lecsap, azok is igazából hozzám jönnek. Erről van szó. Jaj, duplázunk? Hát ez remek volt, köszönöm szépen. Sokkal jobban érzem magamat. Ó, és ketten is vagytok ráadásul. Tök jó. Addig vártam, hogy két ilyen oldalas nagy barommal kezdjék el küzdeni. Nem sokan élték túl a találkozást egy kifejlett hegyi trollal. Aki tudja, tudja, hogy honnan van az idézet, annak külön piros pont. És hozzáteszem, hogy az idézet biztos, hogy nem pontos. Van, amiket nagyon jól meg tudok jegyezni, van, amiket nagyon nem. Na. Azt mondják ugye, hogy fejben dől el minden, hát most azért az ő fejét jól eldöntöttem. Na végre, gyakorlatilag ilyenkor nem tudom, hogy belehúzza a saját térdébe a fejét, vagy ilyenkor mi a koncepció, de tök jól néz ki egyébként. Esküszöm, hogy úgy tűnt, mintha a vízben nem tudnék arrébb csúszni. Kedvencem egyébként ez a rengeteg ember itt a főtéren, akik össze-vissza rohangásznak, amiben az a jó... Na, ő is megkapja az elsőt. Amiben az a jó, hogy ugye addig is az én életemet töltik, amíg halnak. Hogyha valamelyiket lecsapják igazából, vagy én csapom le, akkor ugye automatikusan az én életemet fogja tölteni. Úgyhogy roppantúl nehéz meghalni egyébként ellenük, tehát ahhoz már tényleg bénának kell lenni. Meg a helyzet az, hogy nyomtam én már durva módban is ezt a játékot még régebben, most már nem biztos, hogy lenne hozzá idegrendszerem. Azért kezdtem el egyébként easy-n a történetet, mert hogy inkább a történetre szeretnék fókuszálni, meg tényleg jól érezni magamat, tehát kihívás az nagyon jó, de a helyzet az, hogy általában eléggé el vagyok havazva itt a videókkal, és ahhoz, hogy én most egy hardmódos végigjátszást csináljak a Dofor-ból, ahhoz nekem gyakorolni kellene még hozzá eléggé sokat, amire pedig se időm, se energiám nincsen, legalábbis, hogyha szeretném tartani a magam által megszabott ütemtervet, akkor semmiképpen nem fog menni másképpen. Na. De nem is erről szól igazából a történet. Viszont, ugye ez szerintem egyetlen egy... Bocs, igaz kellett. Hát szerintem egyetlen egy darab játék van, amiből... Ezt nem tudom kinyitni. Amiből én ígértem pro módot, az pedig Resident Evil 4. Ő lesz is. Tehát a helyzet az, hogy abban már bízok magamban annyira, meg előveszem annyira gyakran, hogy abból merjek csinálni egyet. Tehát, hogyha valaki tényleg az ilyen extra gameplay-re kíváncsi, nem csak egy játék történetére, bár őszintén megmondom, szerintem ezzel is találkoztatok már, tehát így se ez lehet a helyzet. Tehát az viszont azt is élvezni fogja, tehát azért fogok csinálni ilyesmit is adott esetben. Na most nem tudom, ja, azt nem tudom kinyitni még, akkor viszont egyenlőre megyek erre tovább. Aha, hagyjál békén, ne gyere közelebb. Na, itt is szét tudom verni szépen a freskókat, legalábbis egy részét. Ami meg ugye megint csak piros orbokat jelent. Na, tehát a sötétebbeket azokat szét tudom kapni. Nyissál ki. Oké, még egy gorgószem. Van egy olyan sejtésem, hogy én valamelyiket elhagytam egyébként. Úgyni.
Na, ezekben az a jó egyébként, hogy itt mindig abból tudsz tölteni, amire éppen szükség van. Már nem az idő, hogyha azt akarod, hogy maradjak távol tőled, akkor ne várjál már be mindig. Ja, fölösleges egyenlőre ezzel. Na, itt meg, aha. De már megint itt én bevárt, tehát így komolyan mondod, tehát mit tudom én mennyi ideig henteltem ott a vázakat, és megvárt, hogy elmondhassa. I know who you are. I know what you've done. Monster. Wait. Stay back. Get away from me. Na, most már azért, aki nem ismeri a játékot, azt gondolom most már szeretné tudni, hogy Kratos mégis mi a fenét csinált, hogy mindenki ennyire berzenkedik tőle. Hoppácska! Elszállt mind a győzelmi zászló. Én pedig akkor innen szeretném legközelebb folytatni majd. Köszi szépen, hogy velem voltatok. Nem is nagyon szeretném most az ilyen bemutatkozósdít, na, tehát az ilyen beköszönősdít, elköszönősdít húzni. Igazából elég hosszú gameplay vár még rám, úgyhogy én szimplán csak köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!